Paprika, sör és selcli. Igen, a kenyér csücske. Ezek az alapanyagok adják a májusi gasztrofesztivál ételeinek gerincét. A szakemberek szerint a magyar közönség egyre nyitottabb a csúcsminőségre. Miközben a konyhában sürögtek-forogtak a szakácsok, Gerendai Károly a májusi gurmé fesztivál legfontosabb tudnivalóiról beszélt. Majd váratlan fordulat történt. Néhány év után kapcsolódtunk mibe, illetve hát már az elejétől olyan szempontból, például a Kostesz étteremmel, ugye akkor nyitott a Rádai utcai Koszteszni. A Bábel szakácsa megnyugtatta híradónkat, nem a polip égett oda, csupán a különleges grillezési mód indította be a tűzjelzőt. Akkor most nem toltanám a kezembe. Az idei fesztivál vezérfonalát a paprika, a sercli és a sör adja, ezért Veres István is újra gondolt recepttel készült. Kapja pirít a látó alól, utána a polip, amit hosszan barna sörbe főzünk, majd egy kovászrakodóssal szóltunk meg, tulipán szirmokkal. Marinált lazac költeményt készített a Shanghai-ban Michelin csillagot szerzett Rácz Jenő, aki szerint sokan félreértik a fine dining, azaz a csúcs gasztronómiai fogások lényegét. Az emberek ugyebár megijednek ezektől a borzasztóan apró falatoktól, de hát ezek nyilvánvalóan, hogyha ilyen apró falatok lennének, és az emberek ennyi pénzért üres gyomorral távoznának, akkor ez nem érné meg senkinek. Jókuti András gasztroblogger viszont azt mondja, egyre nyitottabb a magyar közönség, az ínyencek pedig egyre nagyobb kínálatból válogathatnak. Szerinte a gasztroforradalom a magyar szakácsok kísérletező kedvének is köszönhető. Nem azt nézi, hogy mit lehetne rendelni Franciaországból, Perúból és egyéb egzotikus helyszínekről, hanem azt mondja, hogy az itteni terroárnak megfelelően mi az, amit én tudok mondani. Borszéki Ékes Beatrixnek volt mondani valója. Az ehhez hasonló ételalkotásoknak nem az elkészítése, hanem a megtervezése a sok idő. Ez esetben 2 hétbe telt. Az ízekben elkezdünk gondolkozni, mi megy hozzá, mivel lehetne kiegészíteni, mivel válik igazán kerek, és mivel lehet benne meghökkenteni. És akkor igen, tulajdonképpen pici brainstorming, pici elempróbák, összekóstolgatások, és aztán utána összeáll. Nem csak a gurmé fesztivál beharangozóján volt nagy az 1 négyzetméterre jutó Michelin csillagos séfek száma. A május 16-a és 19-e között tartott rendezvényen 50 csúcsétterem fogásaival találkozhatnak az érdeklődők, akiknek ajánlott üres gyomorral érkezniük.